Jaj, mit a sziasztok! Hogy ömlik a víz, nézzétek meg ott, ne duvad a víz. Húzza a fej, hamar, mi megtelt az autó? Megtelt, tisztán víz esett a táskám. Azért nem. De miért, Bence, miért akarod, hogy essen ez a szűn mindenképpen? Miért akarod? Ja, igaz, a meleg miatt ugye. Hát jó. Jó ez az eső, csak ne tartsunk sokat. Szia is, Sanka, még érkezett ide is, igen. Meglátod. Még érkezett. Ég is elég jót hívja. Thank you.
Egyszer jól esik ott az eső, de nagyon esik. Éreket tesztet itt nézzük meg, hogy milyen az internet. Sőt. Jó kis eső volt, esőcske, búzó. Szia, jó oda! Ma egy picit korábban kezdtem a live-ot, gondoltam, hogy még az eső alatt kimegyünk valamára, de az eső megzavarta a programomat egy kicsit. És nem is tudom, hogy mit tudunk csinálni esőbe. Hát az lesz, hogy most hazamegyek, és valamit kajálok. Aztán nem is tudom, meglátjuk, jó? Szia Kata, puszi! Olyan eső volt itt Kata, hogy újra pesztette, hogy alig lehetett menni. Most egy kicsit elállt, de durva volt. Na jó, hát akkor hány százalékot adom? 79. Hát mit mondjak nektek? Nem tudom, most hazamegyek, valami sütit megeszek, és akkor visszajövök az autóba, és aztán valamára kimegyünk egyet, nem tudom már én se. Megzavart a kicsit, mondom a programomat, akartam bringázni, de bringázni nem lehet ma. Sajnos. Szia Balázska, itt most csepeleg, de az is elesett, zápor eső volt, most itt elállt. Lehet, hogy a városban még esik, csak ebbe a zónába, nem tudom, elállt-e teljesen. Lehet, hogy igen. Na jó, akkor menjünk haza fele. Leteszem az autót a tömbházam elé, csak akkor felmegyek egy kicsit, és aztán jövök vissza. Igen, fullba van vízzel, na. Hát itt is lettek egy-két tócsák, meg mutatom nektek itt is. De nem annyira vészes. Látható a tócsákat, látjátok, ugye? Igen, látható. Egy-két tócsa ott. Megállt a víz, már ez olyan zóna, hogy megáll a víz itt. Látjátok.
Erre a cellára vagyunk rákapcsolódva, látjátok? Érdekes. Pont ott vagyok, az a pici kék fújjál van itt. Eladó ez az autó itt előttünk. Megveszitek? Sandero, Dacia Sandero. Na megvártuk ugye, egy kicsit felmegyek. Jó, hogy milyen villámot az égen, láttátok-e? Bedúrva volt. Ó, mekkora a villám, nem tudom, látható volt a villám.
Na élő adásban egy villámot elkoptunk. Ó, mekkora volt. Láttátok egy gép a villámlást? Durva volt. Na jó, akkor felmegyek egy picit, és aztán jövök le, így hagyom a live-ot. Közben otthonról beírok fentről, ha tudok, jó? Így hagyom, mert nem akarom lezárni, nincs értelme. Lezárjam, amíg felmegyek, valamit kajálok, és kijövünk, jó? Kicsit. Abban a lesőben nem is tudom, hogy hogyan lehet kijönni, vagy vigyelek fel. Szerintem felviszlek. Hiába vártuk itt az autóba. Nem, esélyben. Én nem tudom, valamit kéne egyek. Nem tudom a diétát megállni, kattam. Tegnap azt tudtam, melyik világon vagyok a gyomrommal. A zepémmel ma már áradozok csokikára, meg fagyira, meg ilyenekre. Én nem tudok diétázni. Meg is halnám, ha kéne diétázok, kattam. Tényleg, soha nem szerettem. Már áradozok az ilyenekre, tényleg. Amúgy édesanyám a tegnap, mikor beteg voltam, azt mondja, hogy akarsz-e fagyit? Mondom, Isten őriz, egyek fagyit. Olyan állapotban voltam már tegnap a gyomrommal, azt hittem, hogy még fájt a fejem, még. Mondom, hogy jaj, még a hiányzik nekem fagylalt. De ma már ennék. Ma már megenném, de tegnap azt mondom. Csak éppen a fejem ne fájduljon meg, mert már egy kicsit érzek valamit, de része nem fog. Ez a fura időjárás, nem szeretem. Bárcsak sütne a nap, milyen jó lenne most. Órákig, hát igen, legalább így egy kicsit még töltőre teszem a telómat fent. Kicsit kirakjam töltőre, amíg megesszik a sütit, nem? Vagy a fagyit. És mit kezdjezett, hát így hogy lehet kijönni kata? Autóba ülni nem élvezetes. És mit kezdjük? Na hát. Nem baj, felviszlek, nem hagylak itt bent az autóban, mert ki tudja, hogy már amire rájövök, lesz lehet az 20 perc is, és merülget a telefon is. Inkább feljöztök ti is, felviszlek. Hát egy kicsit legalább igen. Legalább igen, lehűl. Arra várunk, hogy hűljön. Ez így van. Csak nem kéne egész a pessénkot, mert azt úgy nem szeretném egész a pessénkot. És kezd is végzi ez az eső. Ki tudja meddig. Vettem ilyent, hogy az óromba tudjak tenni. Ilyen. Ilyen topot, amit szintén nyílsz. Mit kell tegyek, aztán egy kicsit az óromba. Nem jégeső, egyszerű eső, nem jégeső. Legalább jó tiszta lesz a matiszka, szépen megpucoljuk. Na jó, menjünk fel, én most megállok, ma jobban vagyok. Megállok egy kicsit.
Jaj, vigyázzál ezekre az infúziókra, oké, vigyázz, vigyázzál. Hát Tamás, a májammal nincsen baj, most csináltam tesztet, és a májam nincs. Azt az ódomba teszem, amit vettem. Ez nem tabletta. Nem, ez nem tabletta, hanem ezt az ólomba teszem. Tablettákot kicsit alább kell hagyjam, valahogy. Valahogy. Én is tudom, hogy, de... Ha nem leszek olyan... Kicsit szomorkásabb leszek, vagy nem olyan lendületes, akkor tudjátok, hogy mi van. Kezdem abba hagyni a gyógyszereket. És annyira rossz. Szervezetem nem tud küszködni gyógyszer nélkül, nem nagyon tud, el van lustulva. Sajnos nem akar küszködni egyedül. Megszokta Tamás a szervezetet. Ezt a sok gyulladást csökkent, és már a mellékvese se akar működni, hogy kéne. A mellékvese, ha jól működik, akkor meg kéne oldja ezeket a gyulladásokat alapból, ha nagyon jól működik, de egy lusta mellékvese nem nagyon oldja meg, és akkor az embernek itt ott fáj, tudod. De én egyfajta gyógyszert veszek, vettem eddig is, Tamás. Vagy medrolt vettem, vagy prednisont. Nem veszek több gyógyszert. Nyugtatót nem veszek, abszolút. Nem veszek nyugtatót. Jó pár hónapja. Én egyfajta csak szteroidot, medrolt vagy prednisont. 10 mg meg 8. Tehát ha medrolt, akkor 8 mg-ot szoktam. Prednisonból meg 10-et, volt, ha jó volt, hogy csökkentettem 7,5 mg-ra kb. Ilyesmi. Hát nem keverem. Tehát mondom, hogy vagy-vagy, tehát egyszerre nem, a kettőt nem veszem be egyszerre, hanem vagy-vagy, úgy szoktam. Hát tudom, hogy kétféle, csak nem egyszerre veszem be. Nem egyszerre veszem, hanem szélre, érted? Vagy egyik, vagy a másik. Hát leállunk, Adrián, de egyszerűen nem tudok leállni. Egy felett be kellett vegyek, anyám is azt mondta, hogy ne hagyjam abba egyszerre, mert nagyon fogok szenvedni, és nagyon beteg leszek. És igaza van, mert nem lehet egyszerre leállni. Bevettem egy felett, és azzal megyek, küszködök valahogy, ugye, azzal a féllel, valamennyi ideig, aztán azt is egyúttal csak abba kell hagyjam. De a talpmasszázs még nem kezdem, mert addig nincs, nem tudom, vagy talpmasszázs, vagy gyógyszer, de ha se talpmasszázs, se gyógyszer, hát én még bolondulok. Érted? A mellékvesét fel kell tuningolni is az a helyre, a mellékvese magától nem áll helyre. Helyreállhat esetleg 3 hónap múlva, 4 hónap múlva, és addig mit csinálok? Megbolondulok, ha itt tud fáj, érted? Nehéz élni így. Hát én eszek gejt mindenfélét, én viszek be vitamins, mindent, ha kell, én nem. Én eszek, csak az a helyzet, mondom, a mellékvesét nem lehet elvarázsolni egy-két nap alatt, hogy jaj, léci, működjél. Ugye, az nem, hogy el kell tájni, vagy 3 hónap is szerintem, míg valamennyire kezd helyreállni, ugye. Csak az ki is kell bírni ezt a 3 hónapot, valahogy. Mert nem úgy van, mint a nyugtatókkal, hogy a nyugtatóval úgy van, hogy... Nyugtatóval úgy van, hogy ezt az ember abba tudja hagyni a nyugtatókat, de... Ez kényesebb, ez a szteroid, ez nem olyan egyszerű. A nyugtatót, mikor abba hagyod, az elvonási tünetek a leggyakoribb, a depresszió, gyomoridág, esetleg depresszió, amit le lehet küzdeni, mert vannak teák, gyógyteák, még természetes tabletták is, ugye az a legkevesebb, ezt le lehet küzdeni, de a szteroiddal más a helyzet, mert a szteroidnál depressziós is vagy,
És még mellé, ahol fájt valamikor, és arra vetted a gyógyszert, arra fájdon, az még jobban fog fájni, vagy továbbra fog fájni. Ennyi. Úgyhogy. Tehát tegyük fel mondjuk, hogy a szteroidot vetted valamilyen ízületekre, már fájtok, ugye. Amíg vetted, addig lehet, hogy nem fájtok az ízületeid. Aztán amikor abba hagyod, akkor az ízületek ugyanott vannak, ahol voltak, és fognak fájni újra, ugye, és újra kell szenvedni, kell tűrjed újra a fájdalmakat. Mert ez a probléma a szteroiddal, a gyulladáscsökkentőkkel nem mindegy, nem egyenlő a másikkal nyugtatóval. Tehát itt depressziós is, vagy levált is, vagy étvágytalan, vagy még sorolhatunk, mert ez produkálja ezek az elvonási tünetek a szteroidoknál. Étvágytalanság, depresszió, alacsony vérnyomás, még sorolja, ami fájdalom, ugye, fizikai, meg pszichikai, persze, hát ott a depresszió, ugye, pszichikai. Mire hat, mire használ? Hát ez jó kérdés, Tamás. Hát igazából pont az, hogy nem is hat. Már mint egy kicsit úgy feldobottabb vagyok, nem mondhatom, hogy nem vagyok feldobottabb, de igazából nem oldja meg a problémámat. Érted? A problémámat nem, sajnos nem oldja meg a helyzetemet. Nem tudja Adrián, hogy tudnám még masszírozni, nem tudja ilyeneket. Allergiagyógyszert nem veszek. Allergiagyógyszert nem szedek, érted? Azt nem szedek, allergiagyógyszert. Azt csak kétszer próbáltam, de nem szedek. Hát igen, tudom. 200 féle tünetet ad, igen, azt tudom jól. Tudom, hogy így van. Tudom jól. Na jó. Menjünk fel, tegyem töltőlátelót, míg beszélgetünk. Megülgetlen minden a telefon. Vagy lehet, hogy le is zárom, és később belépek, még mit szóltok. Amíg egyelőre felviszlek. Hogy elfog az eső? Hol érted? A kocsiba.
folyik már mind a víz, ott azon a tiszta vízet, a fűtő is folyik már. Hagyja egy kicsit a borozomban itt a dolgot, és még kell hűtetni a fejön. Ez ahogy hívja attól, az arcilektől. Nem a gyomultól. Ilyen se érkezett a telefonon. Rossz időjelzés. Mi az? Szia, Levolc! Rég nem láttalak. Hogy vagy, Levolc? De mi a helyzet? Baj jó, hogy itt vagy. Megijedtem, mit jelent ez a telefon. Faj, igen, ott a faj. Erre a szar időre, bocsánat. Itt van időre. Na, még ilyen se érkezett, ugye a rossz időjelzés, hogy jelezze. Hát máskor is volt, még vihar is volt, és nem jelzett semmit. Az érdekes. És meg mindent jeleznek. Piros riasztás, hát az durva. Hát a rengeteg lehullott itt Badoton is, most elállt, de sok víz, sok lehullott, és még lesz szerintem lehet.
az jó hely, vagy már vannak az helyek, ahol durvább. Igen. Is ki ott a szűzablokat, hogy párra törüljem meg. És meg kell törüljem. Ezt? Ezt nem. Nem ezt? Nem, a édesapám nem tudom, állítja, hogy nem jártott. Látszott, hogy helyre volt. Feszítve, és nézek, egész idáig felhasítottani. Le kell törüljem ott is, csak vissza. Egész idáig fel van hasítva. Milyen meleg van a balkonyban, hogy az ablak be van csak. Micsoda levegőtlenség. Borzasztó. Várjál, hogy tökéletesen ott le. Nem esett tud valahány még az eső. Érdekes. Hogy létezik úgy, hogy még nem esett udvarhely? Gondoltam, tőletek jött felénk, mert úgy szokott lenni, hogy udvarhely felüljön. Kicsit ledőlök úgy lehet, szemem bár kell valami cseppet rakjuk, fulám. Igen, most hol? Tegyek egy kicsit a szemembe cseppet. Egy milligram dexametozó. Teszek egy kicsit a szemembe egyet. A bárt nem is tudom. Ja, vagyok akkor a szemembe, mert az acileggel van probléma. Inkább az orromba teszek. Azt, amit vettem, belerakom. Hát, ez még semmi. Ez még semmi, de más. Ezek nem gyógyszerek, ezek nem. Még esik, esik. Kadozik, hát lehet, hogy nem túl jól jár, biztos.
Na jó, most van hang. Nem szabadna, hogy szakadozzuk. Ez szokásos az Orange-nál, hogy jó ajás, szakad az adás. Szokásos. Sajnos. Az Orange hálózatnál nem stabil. Sanyi, unde te-a prins?
Jaj, elnyitottam véletlenül a hangot. Bocsika. Hát ez jó, hogy szokol ez az internet, amikor alkot. Le kell zárni, mert vacakul, hogy nem megy jól.